Értem. Humorus. Ja. Itt is van humorus. Nem csak az elején van, hanem ja. Itt is. Ja, csak ezen nem nagyon fog melegíteni fülkét, ha csak nem gyullad ki. Tehát... Ó, na, jó, megyünk. Hát, hogyha megint megdögdik a Nezső úgy, mint tavaly Fehérvár után, akkor elég hűvös lesz a mondjuk hozzá. Én nem éreztem. Akkor majd bevetjük. Jó, mi az alkohol, nem éreztük, mert befűtött minket az alkohol. Na, akkor idén is. Amaz már biztos, hogy kiment, mert már a hortobágyot odahozza. Úgyhogy nem egyszer indultunk. Ja, mondtam. Várjál, az szép lesz Fehérvár, akkor viszont muszáj lesz bevárnia. Ja, viszont akkor nem tájolunk előre. De jó. Nem, rakod fel a taksitól. Nem van. De ide? Ja. Vagy ott a földön? Jó helyen van az ott. Jó van. Azért elég hosszú a madzak. Na. Megyünk.
beszélni. Igen. Szeretnénk kérni a jegyeket. Mi lesz itt a versenyben? Igen. Te itt vannak. Yeah.
lehet látni a napok napja. Ezek a napok, ezek jó. Látod? Ott megy a másik van az ég. Milyen egyenes az út? Nagyon komoly az ott nekik. Beszélj! Jó, van egy ilyen, de a közös. Jó, azért csak mondom, hogy van egy ilyen. Jó az ott lesz. Merő. Gondolom szénel tüzelték. Ha,
nem is láttam én még így. Más vonatokon nem lehet is hátra menni, nem? Nézd egy állomás, ott állnak a bácsik néni. Magány. Jóban ez milyen rohadt gyorsan megyünk.
gyorsan megyünk. Egyébként tényleg gyorsan megyünk.
Thank you.
van-e benne. Amikor gyerek voltam, mindig itt a végébe szerettem utazni. De jó! Hát ez majd biztos fel lesz, jó kutatok. Jó! Ez úgy szokták, hogy begyorsítva. Thank you.
határa. A személyvonal szóval az nem közlekedik. A hangon mellett kérdésében szóval. Ez egy tök jó hely, nem? Jaj, tényleg ilyen. Ugye? Mondom én. Hogyne? Mekkora igazság? Hogy kitaláltam, hogy nem pisilnie kell, már elnézést. Hát azt is kéne. Ez egy tök jó hely. Nem? Na, ott kint még jobb, de innen ér. Ez úgy lenne jó, hogy itt nem lenne ez a szar, és akkor benne lenne ez is. Az már szinte egy kompozíció. Na, sorozatfelvétel. Hú, ez kurva jó lesz. És vágánytengelyben vagyunk, tehát ennek... Oda néz, hogy dudál. Hú, ez nagyon állap lesz, hát. Egy már csak jó lesz belőle. Nem baj. Nem az a lényeg, hogy ki beszél benne, hanem maga az élmény, hogy bejönnek. Jézus, tényleg mekkora konyha? Mit szólsz, ez milyen jól van a fejed? Ez egy élmény volt. Külön konyha, tehát jó, felrakok egy jó ujjat. Innen egyszerűbb lett volt fölvenni. Innen sokkal egyszerűbb volt az ablakból fölvenni. Kamera még jó? Jó. Aksi is bírja meg kettesen. Jó, végigveszitek? Persze, én végigveszem tapolcáig. Végig tapolcáig. Na most ugye fel is lehet új felvonal akkor. Aha, persze, mondjuk ennek jó. Kelemföldnél elindítottuk. Aha, gondoltam, ez a Dani, ez az enyém. Aha, nem, köszönöm. Baszom felfelé. Már csúszik az egész. Itt vagy amúgy? Hogy? Itt vagy amúgy ebben? Ebben vagyok, hát lecsesztem. Néha ráfigyelnél a kamerára? Persze. Megkérlek. Úgy volt, hogy egyedül jövök, aztán a fiam kitalált, hogy jön, úgyhogy kész. Ha ezért itt az aksinál nézd már rá, hogyha eléri az egyest, akkor megnyomod itt közé.
előbb nagyon rossz volt. Aha. De mindegy, hát beszélni meg úgy is tudunk, hogy akkor úgy is jelzett, hogy mikor, és akkor kész, nem? Persze. Hát drágám, így tettem a Balaton. Mert most értük el. Jó, nem fájdítom a szívet. Jó, bocsánat, nem akartam. Elhiszed, hogy belém is olyan, mint a kést vágtak volna? Egy. Tessék? Mondom, persze. Mondom. Az a baj, hogy izél. De majd próbálok fotót csinálni, jó? Nem ígérem szerelmem, de tudok csinálni, jó? Úgy azért lássuk. Hát igen. Na és... Hát... Ez. Így van. Hát igen, ahol pont olyan helyen halad, ahol nem látszik, vagy nem takar, nincs takar. Ja, hát az igen, persze. Ez fenomenális. Igen. Ez tényleg egy szép látványunk, ez tényleg csak autó van, de amúgy is. Ez tényleg minden évszakban, minden időszakban szép. Meg mindig megvan a szépség. Most tényleg, hogy nézem, mert itt, hogy a hátsó kocsiba vagyunk egyébként, ott itt kilátok hátul a pályára, meg minden, hogy minden pulzárva, meg ilyen télies, és tényleg gyönyörű. Hát ez tényleg nyáron is, meg most is hangulat mindig. El akarok veled ide jönni majd. Amíg nem vagyunk úgy együtt, tudod? Mert utána meg számtalanszor, de még előtte is, amit beszéltünk szívem. Hogy tavasszal, vagy valamikor összehozzuk, jó? Mert ez a mi helyünk. A mi közös helyünk, én úgy érzem. Nem? Istenem, ennyi emberrel. Rengetegen állnak a vállomásokon, a pálya mellett. Annyi fotós, meg kocsival, meg gyerekekkel. Úgyhogy... Ó, Isten! Nagyon szeretek. Belebukolom az életet. Mindent. Biztos finom, hát te megkóstoltad már?
azért, mert tudom, hogy nem tudok ezen így változtatni, de itt vagy. Mondom, azért ne legyen benned, jó, én is bennem is lenne, mert ugye nem ilyen az ember. De a másik az, hogy azért ne legyen benned, mert pont szartál, hogy milyenek, mert ha így állnak hozzád, akkor te ne foglalkozz ezzel. Hát figyelj, kérdezz meg Imikét, mert lehet, hogy tud adni. Ja, mondjuk ez igaz. Igen. Ah, egyébként az a gáz, mert egyébként simán szinte nem bír meg. Csak az, hogyha esélyt azért tart, hogy itt talán csak nem akar tovább. Ez elég úgy, hogy a két szabadnak jár a dolgozó. Viszont, hogy nem, akkor itt a Persze. Hát ennyi. Akkor rekáltam. Hát egyikét azt mondja, hogy nálam kérdezik. Úgy is kell, hogy azt mondja, csak akkor megyek. Én meg kiírom. Hát várjál már még meg. Ja, mondjuk neked ott reggeles, jó, ugye? Szombaton. Jó, mert majd meglátjuk, mert ki ne fogsz, mi kéne jelentősz beteget? Igen, csak az a baj, hogy a testfilm éjszakára azért van olyan helyes, hogy másnap nappalra meg annyi, hogy képes átvariálni, úgy megy, mikor ember neki így van a lányzat. Ha is kivel megy, nem tudja meg a lányzat. De viszont ez ennek képes, hogy a thank you.
inkább dolgozzat, amit írtam is. Hát nem, hát persze, de nem baj, azért mondtam, amit tetszett is egyébként, hogy szóltam, hogy mondtad. De nagyon ráfér, hogy dolgozom egy kicsit, már úgy sem szépen. És legalább egy kicsit ő. Hát nem baj az, de addig se tud békézni, mert egyébként ő is olyan, amikor olyan tartalékos, akkor nem szeret dolgozni. De ha viszont izé, akkor ő elvárja, tudod. Új, szeretem. Találkozunk, azt majd tőlem fölhívod. Hát vársz, mert akkor fölhívod 3:30 fel. És akkor megír úgy, mint egyszer, mikor kivetted az előt, akkor majd a tőlem fölhívod az egyén. Vagy fölhívjam én? De figyelj, Ivikém, a Vertike olyan beteg, itt van velem. Most viszem az ügyelet, úgyhogy ne arra, hogy te mondod. Hát véletlenül is képzeld el, el kellett kísérni. Szerintem lenne utánnézés. Bár mondjuk Imi nem olyan, de szerintem ő is leste egyet. Ja, nem, ezt csak viccből mondtam, azt mondom, hogy majd akkor úgy, mint tudod, egyszer volt. Megértem, persze, 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 teljes mértékben értem. De akkor csináljuk így, hát tök mindegy, akkor kérsz egy eltávolt, azt utána mi el leszünk, és akkor majd onnan telefonálsz, jó? Jó van, szerelmünk. Hát arra csak szakítunk időt, hogy tudj telefonálni. Arra szakítunk egy kis időt, hogy tudjál telefonálni. Hát annyi még belefér. Tudod, mire értem. Na, hajj te, imádlak te. Nagyon cicukat. Balatonföldvár, áthalad. De négy csőrös húzza neki rendesen te. Totálisan. Há, hogy ne, egyértelmű. Ki nem hagyná? Hogy? Tessék? Nem, nem jó, nem is mondom, mert nem felnyitom a szívem. De majd együtt eljövünk, jó? Egyelőre majd csak úgy. Itt vagy? Amennyire lehet. Utána meg majd, amikor már nem lesz akadály, akkor együtt. Jó? Mi az? Hogy? Igen? Értem. Tartod egy kicsit?
Itten vagyok. Hallasz? Halló? Mindjárt küldök neked képet. Jó? Már amennyire sikerült lőnöm a vonatról, de remélem az ég lesz. Jó? Thank you.
láttam egy dolgokat, ahogy ekkorokban nyaralgattunk, meg ilyesmi, most már is sem tudnám ezt képzelni. Azért haverék elvittek engem, minimum két évente, két meg a Balatonra. Igen. Én azért hogy tudnék két évig a Balatonra? Hát ezt jól csinálni. Maximum úgy, hogy önnel látunk én, hogy a főzögetek meg ilyesmi, értettem. Ha megoldták meg. Na, de nem kértünk, hogy voltunk, értett nálunk. Nem? Ja. Hát annyiban, figyelj, megmondom őszintén, hú, de durva ez a vasútvonal. Nagyon durva. De miért megyünk ilyen lassan? Nem tudom. De a kocsik nem bírják az. Meg valami jó Yeah.
Aha, itt egy ajtó. De jó, tessék csak. Thank you.
itt azért többen fölkészültek. Igen, látod, profi megoldás. Hát a Thank you.
nem jönnek utánunk az indiánok. Nem akarnak meg a korvintet. Ez nagyon jó, ez a kocsi egyébként. Ja. Hát mondom, hogy itt az osztalgiások még összeszedték ezt a kényszerelvét. Igen, ezt akartam, hogy most összesütöltek mindent, ami mozdítható. Amit találtam, mert olyan igény volt rá, hogy november elején vettem a jegyet, és az, hogy többi kocsikot kaptam jegyet, de egy héttel úgyhogy nagyon észnél kell lenni, hogy jött a feleségem, előre kellett volna valamelyik a kocsiba venni, ahol... Nem volt. Pedig és így is kétszer elmenjünk. Így van. Hát én tavaly is voltam, tavaly összeenzációs volt. 8 mozdony meg, 500 méter hosszú volt a szerelvé, meg nem tudom mennyi volt. Azért is neveztem be, és én már mondom, hogy ezt nem lehet kivágyni. Következő alkalom lesz, amikor elkészül majd a valamintványnak valamelyik mozdonya. Igen. Akkor azért 9 mozdonya. És akkor 3 szerelvény. Arra vagyok még kíváncsi egyébként, hogy mondták, hogy Koszovóban már nincs működőképes lomag, hogy onnan hogy tudnak megcsinni. Meg hogy onnan a szervesnek meg kell. Igen, meg, hát meg tudnak csinálni, mert van Borgovát is, meg van PC-t is. És amit néztem, hogy a kerületet megvágják szélre a szervasutatnál, hogy a motor meg lehet szerezni. Láttam már egy olyat, hogy egy Kennedy húzott egy kocsit. Nagy hosszabb volt a mozdony, mint a kocsit. Na szóval most van, ha lenne pénz, ami sajnos nem tudik van, vagy egy jó szponzort találják meg állatni, akkor érdemes lenne most így bevásárolni. Azt mondják, hogy a kettesben most, amit hoztak a Belgából motor, azt megy a demonstrátok, és nincs meg a kettes a motor. Na most látod, az mikorra lesz kész? Én voltam egy hónappal ezelőtt, belülök ki van fújva, és akkor tennék át a 52-51 motorját, de oda rengeteg oda a több kilométer rész közötték kell, mert az illetőzelőszer, és nincsenek nagy PC motorok sem. De azt mondták, hogy viszont a korbóvácait be fogjuk. És a tetőelemeket próbálták rá, három tetőelemet rápróbáltak, mindegyik jobb rá, de tökélet a több kilométer vezetett. A régészből az nem adja. Thank you.
lenne hozzá kábel, akkor ha. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ne azt nyissad, mert Feron szerintem a másik alatt. Tényleg oda? Várjál, majd te megjelent, jó? Ott a róla be van építve. Tudom, ő a négyeske, ő lesz újraavatva most, hogy azt is fotózzuk. Ez volt, emlékszel a közlekedési múzeumnál Pesten? Mit? Te is le vagy fotózva vele. Igen. Kicsiként, azt hozták át ide. És amúgy az most újra vonatként fog üzemelni? Nem, csak szobor, hát az kicsim, az torzó. Úgyhogy? Hát mert az megsérült a balesetbe, és ez azt egyik felét sikerült megmenteni. Milyen baleset? Hát fölborult. Neki ment egy fának, olyan vigyar volt. 99. Sírtál? Hát akkor még megdöbbentő volt, annyira mi akkor nem voltam fel. Ez később lett. Arra megyünk számára? Majd itt lesz, igen. Ott lesz majd vissza, de megvárom, mint megálljon. Lassan megáll, azt akkor csak megállás után. Ú, de sokan. Egyre azt mondál meg. Miért az, hát ez lassúsággal? Igen. Van egy pár ember? Igen, de se fényképet nézel le. Már meg egyszerűen hoztam el az előző, az másik. Elképest. És miért se szálltak a vonatról? Hát ez az rengeteg. Mennyi leszünk még? Ez még csak azok, akik ide jöttek. Igen. Anyám, szerintem kinyújthatod már. Igen, Lukács, hogyha meg kérdezik. Úgy is a legvégén vagyunk, nem tudunk a vonat alá kerülni. Hát az olyan... Még nem, mert még megy a vonat. Hát szerintem már nyugodtan leugorhat. Csongor, meg gyere előbe! I will go, man! Gyere, gyere, gyere! 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 Gyere,
Thank you.